Üdvözlök mindenkit, én Geri vagyok, ez pedig itt a Top Listák. A mai videóban 5 ételekben talált oda nem illő dolgot fogok bemutatni nektek, melyek közül a legtöbbet inkább veszélyesnek mondanám, mint gusztustalannak. Az ötletet egy velem történt eset adta, mikor egy giroszt falatozva egy húsreszelő pengét láttam megcsillanni a saláta levelek között. Az eset pont este történt, mikor egy utcalámpa alatt haladtam el, és valami fényeset vettem észre a giroszomban. Szerencsére sikerült eltávolítanom a veszélyes tárgyat, és bár kissé félve, de azért hamar beharaptam a giroszomat. A lényeg, hogy azóta már igyekszem minden kajánál odafigyelni az ilyesmikre. De hát akkor lássunk is néhány hasonló esetet. 5. Kés. Apróbb dolgokat, mint például fogpiszkáló és társai, minden bizonnyal egyszerűbb benne hagyni egy ételben, de egy egész kenyérszeletelő kést. Egy srác ugyanis egy gyors kajáldában vásárolt szendvicsben szerencsétlenségére egy 15 cm hosszú kés megolvat nyelébe harapott, mikor falatozni kezdett. Az élmény nem lehetett kellemes, mikor előrántotta a kést a szendvicséből. Minden esetre örülhet, hogy nem a kés pengéjével találta szemben magát. 4. Emberi fog. Nincs is jobb annál, mikor megveszel egy finom, krémes csokoládét, majd kibontod és egy nagyot beleharapsz. De van-e rosszabb annál, mikor ez a harapás egy kemény tárgy miatt hatalmas fájdalommal jár? Biztosan ti is haraptatok már rá valami igazán keményre, ami akkora fájdalmat okozott, hogy majd kiugrott tőle a szemetek. Egy szerencsétlen nő is így járt, mikor egy csokoládéba harapva valami kemény dologra talált. Először azt hitte, biztosan egy magyaró az, majd rájött, hogy a megvásárolt csokoládé nem tartalmaz ilyesmit. Ezután sikerült csak felfedeznie, hogy egy emberi foggal találta szemben magát. Nyilván ilyenkor az ember azonnal megrémül és végig ellenőrzi a fogait, hogy melyik is hiányzik a helyéről. Nos, a nőnek egyik foga sem hiányzott, ám nem hiszem, hogy ettől sikerült megnyugodnia. 3. Szögek. Ha az ember arra készül, hogy eszik valami finomat, akkor valószínűleg nem az lesz az első gondolata, hogy milyen veszélyek is fenyegethetik majd őt evés közben. Természetesen ez így normális, ám mi van akkor, ha a veszély a tányérunkból lesz ránk? Egy szerencsétlenül járt nőnek ez sikerült megtapasztalnia, mikor is egy adag előre elkészített sajtos makaróni fogyasztása közben valami ropogni kezdett a fogai alatt. A nő 3 darab 5 cm-es szöget fedezett fel az ebédjében, melyek közül az egyiket sajnálatos módon sikerült lenyelnie. Mivel az orvosok nem tudták eltávolítani a veszélyes tárgyat a nő gyomrából, ezért a nőnek meg kellett várnia, mire az magától természetes úton távozik a szervezetéből. 2. Szikepenge. Egy forró nyári napon igen jól esik fagylaltot nyalogatni, nem igaz? Vagy bármikor, amikor az embernek kedve tartja. Ám a mennyei ízek mellett ki gondol arra, hogy az incsiklandozó hűs finomság az elhízáson kívül más veszélyeket is rejtegethet? Valószínűleg senki. Ám egy lánynak sikerült ráébrednie, milyen is az, amikor a fagyi visszanyal. A fagylaltban, amit vett, ugyanis egy éles szikepenge volt meglapulva, ami az időben való felfedezésnek köszönhetően semmi kárt nem okozott a lányban. Még csak belegondolni is szörnyűség, hogy milyen sérüléseket okozhat egy ilyen penge az ember szájában. 1. Üvegszilánk. Az egy dolog, ha egy felnőtt ember eszik valamit, és ha valami oda nem illőt talál, akkor azt eltávolítja az ételéből, ám mi van akkor, ha egy néhány hónapos csecsemővel történik ugyanez? Nos, egy házas pár a poklok poklát élte át, mikor egy nap a gyermeküket etetve valami szörnyűségre lettek figyelmesek. Ahogy a kis csöpség szájába adták az ételt, az fogta, és úgy, ahogy volt, kiköpte az egészet. A szülők először arra gyanakodtak, hogy a gyermeküknek az étel ízével lehet gondja, majd meglátták, hogy a baba szájából a kiköpött ételen kívül vér is csordogál. Ekkor vették csak észre a bébi ételben megbújó üvegszilánkokat. Az eset nem volt egyedülálló, ugyanis ebben az időben számos hasonló esetről számoltak be az azóta betiltott bébi ételeket vásárló szülők. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek lájkoljátok, osszátok, és persze iratkozzatok fel a csatornára. Én Geri voltam, maradok és leszek, sziasztok!